Van egy szó a 14. versben a fény forrására, ez a héber maor. Legyenek világító testek az égboltod. A maor a fény vagy világosság forrása, nem pedig a fény maga. Isten tehát fényforrás teremtett, ez a maor, hogy megvilágítsák a földet. A nagyobbik világító test uralkodik nappal, szintén maor a 16. versben. Világosságom az Úr a 27. Zsoltárban, ami Úr, nem pedig Maor. Ő a fény. Nem csak a fény forrása, ő maga a fény. Az Új Szövetségben a görög foszt használják, ebből származik a foszfor és foszforeszkál szó. Isten a fény vagy a fényesség. A Bibliában az áll, hogy a csillagok énekelnek. Hosszan lehetne beszélgetni az energiáról, ami a csillag és a napfényből származik, ami több lehet annál, aminek ma tartjuk. A fényen kívül ez az energia esetén zenét is továbbíthat. A Jelenések 21. fejezetében ez áll, napra nincs szüksége a városnak, mert Isten dicsősége világítja be, és lámpása a bárány. A Biblia első 13 versében nincs nap, de van világosság. A Biblia utolsó 26 versében sincs nap, de van világosság. Ezért nincs értelme azt mondani, hogy nap nélkül nincs 24 órás nap. Amikor a Föld egyszer megfordul a tengelye körül, az egy nap. A mi Földünk egyszer fordul meg a tengelye körül 24 óra alatt, a napot pedig éjfélkor keltjük, amikor a nap még föl sem kelt. Ha holnaptól nem lesz napunk, hány órás lenne az a nap? 24 órás. Mondjuk nem élnénk nap nélkül sokáig, de akkor is 24 órás lenne egy nap, csak nem tudnánk róla, mert nem lennénk itt. Szerintem Isten szándékosan teremtette a napot később, hogy a gyerekei tudják, hogy nem szabad a napot imádni. Őt kell imádni, nem a napot. Sok ősi napimádó kultúra létezik. Nézzenek szét Mexikóban, mindenütt ott vannak a napszimbólumok, minden ajándékboltban. Van, aki a falára is felakasztja. A vasárnapot is a nap után nevezték el az angolban. Mellesleg a hét napjainak a neve mind pogány eredetű az angolban. Például szombat, vagyis a Saturday, a Saturnus után kapta a nevét. Hol volt az Éden kertje? A Bibliában olvassuk, hogy Isten keleten Édenben ültetett egy kertet. De pontosan hol? Édenből pedig egy folyó jött ki, ami négy ágra szakadt. Az egyik ág az Eufrátesz. Vannak, akik azt mondják, Bagdadban folyik az Eufrátesz nevű folyó, ez bizonyítja, hogy az édenkertje Bagdadban volt. Nem. Minden tanult ember tudja, hogy az édenkertje Floridában volt. Ez nyilvánvaló. Szerintem lehetetlen megmondani, hol volt a kert. Az özönvíz mindent elpusztított. Van egy New York nevű város, amit az angol York város után neveztek el. Ontárióban van egy London nevű város. Vajon melyik város után kapta a nevét? A brit főváros után. Amikor az emberek megérkeztek Európából az új világba, azt mondták, ez úgy néz ki, mint az óhaza, adjunk ugyanolyan neveket mindennek, mint otthon. Ez minden. Noéék kiszállnak a bárkából, fogalmuk sincs, hol vannak, megláttak egy folyót. Erről nekem a folyó jut eszembe az édenkertjében. Nevezzük el Efrátésznek. Egy vadonatúj világba csöppentek, ahol olyan nevet adhattak mindennek, amilyet csak akartak. Az édenkertje valószínűleg Florida alatt lapult. Nem, szerintem lehetetlen megmondani, hol lehet. Gilbert Vincent, egy jó barátom, meg van róla győződve, hogy az édenkertje Jeruzsálemben van. Elég meggyőzőek az érvei, de én nem tudom, hogyan lehet ilyesmit tudni. A világot teljesen elpusztította az özönvíz, ezért lehetetlen megmondani, hol lehetett az édenkertje. A Bibliában az áll, hogy nem volt halál Ádám bűnbeesése előtt. Az ember hozta be a halált a világba. A szkeptikusok azt mondják, Ádám talán nem evett növényeket, azok nem pusztultak el? Nos, ehhez azt kellene feltételezni, hogy a növények élnek. Nézzük meg az 1 Mózes 1.11-et. Azután ezt mondta Isten, növesszen a föld növényeket, füvet, gyümölcsfát. Így lettek a földön növények és gyümölcsfák a harmadik napon. A növények a harmadik napon, a nap a negyedik napon lett teremtve. Az élő lényeket, amelyektől pezsdültek a vizek, Isten az ötödik napon teremtette. Elmondta nekünk, hogy a harmadik napon megteremtette a füvet és a gyümölcsfákat, az élő lényeket pedig az ötödik napon. Ez vajon nem azt jelenti, hogy a növények nem élő lények? Ha minden élő lényt az ötödik napon teremtett Isten, talán ez azt jelenti, hogy a növények nem élő lények a szó bibliai értelmében. 1 Mózes 1.24. Hozzon létre a föld különféle fajta élő lényeket. Az 1 Mózes 1.29-ben az áll, hogy nektek adok minden makkozó növényt, és minden földi állatnak eledeléül adok minden zöld növényt. Azt mondja, hogy minden élő lény zöld növényt kap. Nekem úgy tűnik, hogy itt van egy megkülönböztetés. Ami zöld, és ami fű és zöldség, az nem élő lény, mert az élő lények megehetik.
Káin áldozatot vitt a föld gyümölcséből. Ábel áldozatot vitt az első szülött bárányokból, és Isten nem tekintett a föld gyümölcsére, abban nincs élet. A répából nem lehet vért facsarni, mondja az angol. Élet, vér és halál kell ahhoz, hogy Istennek tetszen az áldozat. Vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. 1 Mózes 6.17, mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt, és vigyél be a bárkába minden élőlényből, és vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak megehető. Itt most megint különbséget tesz, nem? Bekerülnek a bárkába az élőlények és az eledel, ami nyilván növény. Azt hiszem, itt különbséget tesz a Biblia. Madarak, állatok, csúszómászók, amiben az élet lehelete van. Az állatokban az élet lehelete van a Biblia szerint. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké. 1 Mózes 9, minden, ami mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek, plusz a zöld növények. Itt tehát az áll, hogy megehetnek mindent, ami él és mozog, még korábban csak a zöld növényeket ehették meg. Én itt ismét különbséget látok. A növények bibliai értelemben nem élnek, mert a test lelke a vérben van, ha 3 Mózes 17-ben az áll, hogy semmiféle elhullott testnek a vérét ne egyétek meg. Nos, ha nem lehetett megenni azt, ami elhullott, akkor minek várunk a gyümölcsökre, hogy megérjenek és lehújjanak a fáról? Ezzel nem szegjük meg a törvényt. Ha éltek és elpusztultak, lehullottak a fáról, mi meg megettük, akkor gond van. Akkor csak a fán szabad megenni, másszanak fel a fára, és egyék meg az almát, ami az ágról lóg, de nem eshet le, mert akkor megszegik a Szentírás törvényét. A Biblia beszél az élet fájáról, amikor 12-szer hoz termést, a gyümölcse életet ad, de szerintem maga a gyümölcs nem él. A Bibliában az áll, hogy a fa levelek elhervadnak, elfonnyadnak újra meg újra, de egyszer sem olvassuk, hogy meghalnak. Elfonnyad a nád és a sás. Elfonnyad a sás. Ézsaiás 40, elhervad a virág. A Bibliában végig ezt olvassuk, hogy a növények elhervadnak, elfonnyadnak, nem élnek. Nincs bennük az élet lehelete, nincs bennük vér, nincs lelkük, nem élnek. Az autóra mondjuk, hogy bedöglött, de attól az még nem él. A meghal szót sokféleképpen használhatjuk. Meghalt a számítógépem. Megjelent a monitoron a kék halál. A reményről is mondjuk, hogy meghal, pedig nem élőlény. Ez csak egy kifejezés. A növények bonyolult, önszaporító élelemforrások. Nincs vérük, nincs bennük az élet lehelete, nincs lelkük. Bibliai értelemben nem élnek. Tehát amikor Ádám megevett egy gyümölcsöt a kertben, nem ölt meg semmit. Ádám hozta be a halált a világba, a növények pedig sohasem éltek, így nem halhattak meg. Mit jelent az Ádám név? A Biblia szerint Ádám volt az első ember. De mit jelent a neve? Érdekes kérdés időnként felteszik nekem. A bibliai nevek jelentése mindig rendkívül fontos. Isten adta ezeket a neveket valamilyen konkrét okból. Ádám, Sét, Énos, Kénán. Az Ádám szó embert jelent, a Sét kiválasztottat, az Énos halálost, a Kénán szomorúságot. A Mahalalel jelentése áldott Isten, a Jeredé le fog jönni. Az Énoké prédikálni, a Metusáleké valamit hoz a halála. A Lámeké kétségbe esett, a Noéjé megnyugvás. Rakjuk össze az egészet. Az embert halálos szomorúságra választotta ki, de lejött az áldott Isten, és azt prédikálja, hogy a halála megnyugvást hoz a kétségbe esetteknek. Még a Bibliában levő nevek is üzenetet hordoznak, elképesztő. Pár éve előadást tartottam egy templomban, Alabamában, és egy barátom, akit akkor már 20 éve ismertem, elhívett a McDonald's-ba, mert mutatni akart nekem valamit. Elmentünk, megebédeltünk, aztán a barátom kitépett a noteszéből két lapot, az egyikre azt írta, Mr. Lapos, a másikra azt, hogy Mrs. Lapos. Letette a papírokat az asztalra, és azt mondta, te tanítottál geometriát, igaz? Mire én? Persze. Képzeld el, hogy te vagy Mr. Lapos, és lapos földön élsz. Két dimenzió van, harmadik nincs, van mélység és szélesség, de nincs magasság. Tegyük fel, hogy egy háromdimenziós lény fel akarja fedni magát előtted. De hogyan tudja megmutatni magát egy háromdimenziós lény egy kétdimenziós embernek? Hát tényleg nem egyszerű a dolog. Azt mondta, itt van nekünk Mr. Lapos és Mrs. Lapos. Mr. Lapos csak egy vonalnak látja Mrs. Lapost. Megkerülheti és láthatja, hogy a neje igazából négyszög. Önök és én a magasságot és a szélességet látjuk, a mélységet nem látjuk. A mélységet észleljük, ezt hívják mélység észlelésnek. Fotózzanak le valamit. És a papírképen az a valami pont úgy fog kinézni, mint a valóságban.
Azt mondta a barátom, ha meg akarod mutatni magad Mr. vagy Mrs. Laposnak, oda mész, és az ujjad az asztalra nyomod. Mr. Lapos oda megy, és azt mondja, hé, az előbb láttam Ken Hovindot, ő egy kör. Csak az ujjam keresztmetszetét látják. Ha három ujjat teszek az asztalra, azt mondja erre Mrs. Lapos, ó, de hogy én is láttam Ken Hovindot, ő három kör. Aztán ketté szakad az egyház, és lesz egy körös, meg három közös egyház. De egyikük sem értett meg engem, csak egy kis szeletet láttak meg az igazi lényemből. Ezért, amikor Isten meg akarta mutatni magát a háromdimenziós világnak, lejött hozzánk Jézus Krisztusban. Van egy érdekes vers az Efézusiakhoz írott levélben, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. Na, itt álljunk meg, hiszen itt négy dimenzióról van szó, szélesség és hosszúság, magasság és mélység. Netán Isten több annál, mint amit meg tudunk érteni belőle? Szerintem igen, Isten sokkal több annál, amit megértünk belőle. És kétlem, hogy bárki teljesen meg tudná ismerni Istent. Ha a végtelen Isten beleférne az én kis 1300 grammos agyamba, nem volna érdemes arra, hogy imádjuk, az biztos. Mi a helyzet a rasszokkal? Honnan vannak a rasszok? Nos, nyilvánvaló, hogy a világ tele van különböző színű emberekkel. Emlékszem, milyen volt, amikor először pillantottam meg egy igazán fekete embert. Fekete volt, mint a zakóm. Atlantában voltam, a fickó Etiópiából jött oda látogatóban. Úgy 7 éves lehettem, és nem hittem a szememnek. Fekete volt a felesége, meg a kisbabájuk is. Korom fekete, még annál is feketébb. Barna embert akkor már sokat láttam, de feketét még nem. Szóval, honnan vannak a rasszok? A helyzet az, hogy nem szerencsés a rasszó használata. Nincsenek különféle rasszok, csak különböző bőrszínek vannak. Például ezeket itt különböző tehén rasszoknak mondanák? Dehogy. Ugyanúgy néznek ki a hűtőben, ugyanolyan ízű hamburger lesz belőlük, csak más színűek. Nos, négy elmélet van arra, hogy honnan származnak a különböző bőrszínek. Az első elmélet szerint Ádám és Éva középbarna bőrszínnel rendelkezett, a gyermekeiknél differenciálódtak különböző bőrszínek. Az egész a bőrben levő melanin mennyiségétől függ. Itt egy fekete házaspár, három albínó gyerekük született. Alig volt melanin a bőrükben. A másik elmélet szerint jelet tett az Úr Kainra. Egyesek szerint Kain azért lett fekete, mert megölte Ábelt. Szerintem ez egy elég ostoba elmélet, mégis elképesztően sokan hisznek benne. A mormonok például elhiszik, hogy Kain fekete volt, a fekete bőrszín pedig átkot jelent. Kain átkár. Azt mondják, az Úr műve. A mormonok azt tanítják, hogy a mennyben Istennek több ezer felesége van, és mindegyikkel szeretkezik, és szellemgyermekeket nemz. A derék szellemgyerekek lejönnek a földre, és fehérbőrű testet kapnak, a nemgyerék szellemgyerekek pedig fekete bőrűt. Szóval a feketékről azt mondják, az első életükben hitvány módon viselkedtek. Micsoda ostobaság, a mormonok mégis ezt tanítják. Szerintük Kain, Ham, az egész néger rassz meg van átkozva a fekete bőrszínnel, ami Kain jele. Ez a fickó ezt mondja. Ha csak egy csepp néger vér is van a gyermekeimben, rájuk száll az átok. A fehér embernek, aki a kiválasztott maghoz tartozik, keveredik a vére Kain vérével, a büntetés azonnali halál. A Mormon Egyház titkos története című remek könyv sok olyan emberről tesz említést, akiket azért öltek meg a mormonok, mert megszegték a mormon törvényeket. A harmadik elmélet szerint Isten megátkozta Kánaánt, Noé unokáját. Az 1 Mózes 9-ben olvassuk, amikor Noé kijózanodott máborából, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, ezt mondta, átkozott Kánaán, szolgák szolgája lesz testvérei között. Kétszer is említi a Biblia, hogy Kánaán szolga lesz. Vannak, akik azt mondják, hogy a feketéknek szolgasors jár, mert Isten megátkozta Kánaánt. Azzal egyetértek, hogy Isten megátkozta Kánaánt, de hogyan következne ebből, hogy a feketéknek szolgasors jár?